Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jönnek is Warframe, jöjjenek az új Elite Alert modok, beszélgessünk egy kicsit róluk. Konkrétan szeretném rá felhívni a figyelmeteket, hogy számoljatok ezekkel a modokkal, és vegyétek őket figyelembe, ne feledkezzetek meg róla, mert nagyon jó lehetőségeket rejtenek önmagukba, úgyhogy most szeretnék megmutatni egy-két kedvencet, mondjuk így. Az egyik az az Adaptation nevezetű mod, az azt csinálja, hogy plusz 10% ellenállást fogsz kapni a bizonyos damage fajták ellen, amivel az ellenségek rendelkeznek. Tehát mondjuk kapsz egy slash damage-t, akkor megnövekszik 10%-kal az ellenállás a slash damage ellen 20 másodpercre, mint és ez mind 90%-ig fel tud És külön felszámolja az összes damage voltatás tehát ezt slash damage-et, ha impactot kapsz, ha bármit kapsz, azokra a damage-ekre ellenállás fogsz Kifejleszteni Ugye nem kell mondjam, hogy mennyire OP Tud lenni ez az egész Tegyük fel, itt van most például nekem egy néza És akkor beleraktam a nézába, már miért ne uh, És eleve a 90%-os Damage Reduction Ami a nézának van, amire még rájön Ez a fajta uh, Damage reduction, Amit az Adaptation nevű mód jön, Amire még rájön egy Arkane Guardian Hát, lol Szóval uh, Ilyen apró dolgokat uh, lehet most már csinálni a Warframe-ben, ezeknek az új modoknak hála, és nagyon-nagyon-nagyon durván jó uh, uh, ez az egész. Itt van egy másik nagy kedvenc, uh, Vigorous Swap uh, névre hallgat, srácok, ez amit uh, csinál 165% damage 3 másodpercre plusz 100% uh, fegyverváltási sebesség. Gondoljátok végig ezt a modot egy dolog vadászaton, ahol már eleve az van, hogy mondjuk van nálad egy Unario Viszp, ami már eleve megbusztolja a damage és ott van nálad ez a, ez a mod a, a, a kromádba, és nálad van a lankád, ami már agyon van modolva, és mondjuk kromával vagy, lesebzed magad gyorsan a, a, a dobócsillagokkal, mi a nevük, ne? Hikóval lesebzed magad gyorsan, fegyvert váltasz, és három másodpercig extra 165% damage, azon felül még, ami a lankádban van, damage modok, egy, tehát egy shotolot. tehát hogyha még nincs is a lankádban rivened, még most már így is eséllyel indulhatsz abban, hogy akár egy sotold annak az eldalonnak a, a, a Ez csak a a nézába csak poénból raktam bele, szóval ez konkrétan ez annyira nem illik ide, mondhatni ez a mód, mondjuk beraknék egy Steel Fibert helyette. Csak úgy mutatóba raktam be, szóval nagyon-nagyon durva jó damage lehet kihozni. Hogyha elég gyors vagy, hogyha három másodpercen belül mondjuk rá tudsz lőni annál az egy dolonnál a limbre, akkor nem lesz problémád azzal, hogy rendesen damage -e, Szóval egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és jó mod mind a kettő, szóval ne feledkezzetek meg róla. A következő, amit meg szeretnék mutatni, egy mod, az a sharpshooter, ez is egész érdekes, azt sajnálom, hogy sniperekben van, mondjuk kicsit durva lenne, hogyha nem sniperekben lenne, hanem más fegyverekben is. Ugye ez azt csinálja, hogyha headshottal headshot ölsz, akkor plusz 10% energia dropol. Uh, droppol. Target Acquired, ez már nem egy új mod, de ezt is szeretném megmutatni, ne feledkezzetek meg róla, ha egy dolont kell lőni, fejbe kell lőni, ez még 60% headshot multiplier-t ad, de ez semmi extra. Szóval ez, ez a másik ilyen új mod, amivel érdemes számolni, uh, azt hiszem, és nem megfeledkezni uh, róla. Lemegyünk és megnézzük, hogy uh, mi a másik két mod az Arbitress of hexis is, hogy azokat is megmutassuk, és hogy ne feledkezzünk meg róluk. De azt kell mondjam, hogy ez így, ezek a modok nagyon jó kis utat nyitnak abba, hogy nagyon OP Warframe modulásokat tudjunk csinálni. Na szépen vándoroljunk oda, legalább láthatjátok, hogy hol van az Arbitress a Hexis, és hol kell kiváltani. A Vitus Essencel a következő modokat, én még nem játszottam annyit, hogy legyen annyi Vitus Essencem hogy ki tudjam őket váltani, de be tudom őket nektek mutatni, hogy ne feledkezzetek meg róla. Az egyik a Cautious Shot, minusz 90% self damage, de cserében levesz minusz 15% total damage-et. Na most ez egy kicsit olyan, hogy hozzuk vissza a Tonkornak a régi szép uh, idejét. Nem egy uh, rossz mod, érdemes uh, azoknak betenni, akik gyakran használnak öndemiggelő uh, fegyvereket, és úgy járhatnak, hogy azonnal megölik magukat. Uh, ebből a szempontból nem egy uh, rossz a mod, és itt van a Power Donation. Mínusz 30% Power Strength, de plusz 30% Power Strength of uh, Squadmates. Szóval, ha jól értjük ezt a fordítást, te elveszítesz mínusz 30%-ot az erédből, de mindegyik szkvadmétertől kapsz 30% erőt. Hát kinek nem éri meg ez? ez de kinek nem éri meg ez? És gondolom, hogy ha mindegyik társadnál van egy ilyen aura. Egyszerűen nagyon durva. Tehát ez, ez tök, tökre jó. Ne feledkezzetek meg erről a módról. Nekem még össze kell szednem öt vitus eszenszet. Rajta vagyok az időt rajta vagyok az időn, És hogy ez kiváltsa. Ez, ez kurva jó, és nagyon-nagyon-nagyon beleilleszkedik a, az új elit alertekbe. Uh, tulajdonképpen, szóval az, hogy extra erőt tudtok magatoknak adni, és kilenc 9, kilenc uh, uh, 9 pontszámon rendelkezik v polaritásra, szóval a legtöbb warframebe bele megy és kurva jött, tehát kilencet tehát 18 extra pontot nyersz, hogyha a megfelelő polaritásba teszed bele le a kalappal, ez egy jó mód, ez se rossz, de ez nagyon jó. ne feledkezzetek meg róla, ne hagyjátok itt, érdemes, és azoknak, akik gyengébb uh, játékosok még nem tudnak annyira jól helyt állni uh, ezekben az elit alertekben, azoknak is max 15 menet, de meg lesz, tehát mindenki kibír 10 percet egy Survivor-on 60-as, 80-as enemikkel, um, vagy két kört egy uh, interceptionon, vagy defenzen egy tíz kört, szóval ha más nem is, 15 körödben fog belekerülni, hogy mindezeket a modokat megszerez, mert a többi modot az dobja, uh, dobják maguk a játék módok, szóval azok előbb-utóbb esni fognak, uh, de uh, ez csak ennyi lett volna egy videó, ne feledkezzetek meg róla, számoljatok ezekkel a modokkal, mert nagyon-nagyon-nagyon hasznosak. Legalábbis so az adaptation és a, a másik, ahol mondjuk 165% damage-et ad 3 másodpercig, az, a kurva jók, és azt hiszem, hogy egy dolom vadászatnál nagyon sokan fogják használni, főleg azok, akiknek nincsen az meg az a bizonyos uh, Lankariven, Lanka az azzal az, az extra damage nagyon jól fog jönni. Akinek meg van Lanka és még ez is Rákapcsol, át az, 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 az már gusztustalan, ugyebár. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, figyeltek erre a modokra, még egyszer mondom, szerezzétek be őket, ha tudjátok, és indulhat a modolás. Köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!